30 másodpercük van, hogy elhagyják a mozit, ugyanis a következő film felkavaró jeleneteket tartalmaz. A kultúrsokk garantált. Ám rugalmatlanabb kedves nézőinknek csak nagyon nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Mai abszolútumunk Pálffy György filmrendező. Ez az úti okmány? Aha, és minden gépész kitölti. 2002. 9. hónap 6-án debütált Miskolcon ez a tekercs. Ez a vidéki kópia. Igen, ez a végével jött, és akkor mindig a gépész, amikor levetítette a filmet, akkor berakja a dobozba, és a következő gépész, aki megkapja, az azzal kezdő, hogy visszakapja a filmet. És akkor itt nyomon lehet követni, hogy hogy ment, aztán a Corvinban is ment egyszer, Várpalotára ment le, Pécs-Uránia, és legutoljára január 16-án ment a Tabánba. Csak jól látni, hogy még műsorom van. 4 éve. Én így a filmhez közel akartam kerülni, és például az, hogy mozigépész üzemvezető tanfolyam van és indul, és én így konkrétan ott lehetek a film mellett, és így csinálhatom, az annyira érdekelt, hogy a főiskola és a gimnázium között én elmentem egy ilyen tanfolyamra, és kitanultam. Úgyhogy az egyetlen, és amíg nem volt filmrendező diplomám, addig az egyetlen szakmám ez volt, a mozigépész. Egy gépésznek, aki szeret gépész lenni, annak ez az igazi munka, amikor így nézni lehet a vágyat, ott kell lenni, jelen kell egy közben áttekerni, tehát úgy mindig van mit csinálni. Nem túl izgalmas filmet csinálni, jó. És akkor itt is összeadjuk a... Ja. Azért az ember a saját filmét gondosabban fűzi. Indítsunk rá! Aha. Nézzük meg, hogy elszakítom a saját filmet. Én nagyon izgulok. Nézzünk egy képet. 3, 2. Én úgy voltam amikorban, hogy ez vagy eltűnik és semmi nem lesz belőle, vagy pedig berobbant. Aztán robbant, és azt mondom, hogy az igazi robbanás az, amikor kijön valaki csillogó szemmel, és látod rajta, hogy nem hazudik. Tehát azért ez annyira fontos, de hát ezt tudod, hogy milyen egy koncerten, nem? Most is van egy nagy várakozás benned, ugye? Igen, holnap premier. A film szemlén. Igen. Ez nem lehet tudni. Tehát egyrészt, hogy... Hát nagyon. Mi az, hogy húk le? Hát nem így kéne kimondani. De és hogy akkor, ki? Akkor rögtön. Hát csuklani kéne. Yeah. Ja, értem, ez olyan, próbáld úgy kimondani. Olyan, mint a... Elmúlhat a csuklás, ha minden csuklásnál hangosan számolunk. Azonnal elmúlik még a makacs csuklás is, ha egy nagyot tüsszentünk. A bors ebben jó segítünk lehet. Általában elmúlik a csuklás, ha néhány csepp ecetet, egy kis sóra vagy cukorra cseppentünk, és ezt a szánkban lassan elszopogatjuk. Elmúlik a csuklás, ha lassan, például szívószállal iszunk valamit, és mindkét fülünket befogjuk. Sikeres lehet még, ha lábainkat erősen a has felé húzzuk, és ugyanilyen helyzetben oldalra fekszünk. Többnyire elmúlik a csuklás, ha néhány szál kaprot vagy tárkonylevelet elrágunk. Elmúlik a csuklás, ha nagyon megijedünk. Elmúlik a csuklás, ha bal kezünket felemeljük, és közben vizet kortyolgatunk.
Maga a csuklás az előbb volt neked, mint hogy lementél az alára? Persze, az volt a kiindulás. Ez meg volt a figura? Az volt meg, hogy valaki csukli folyamatosan, egy ilyen öreg ura ki ül a padon, és mindent lát. Tehát ilyen mesélő pozícióban van. Csuklik, 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 és akkor ez adja a filmnek a ritmusát. Mert olyan volt, mint egy film zene. Igen, mert ugye ez egy zenei film akart lenni. Az is lett, hála Istennek. Tehát, hogy így csak a zenei film zene nélkül. Tehát, hogy csak zajokat használunk, csak zörejeket, emberi hangokat sem, tehát olyan beszédet, értelmes beszédet nem, és ezekből kéne összeállni a valami zenének. Engem ez izgatott. Amikor én elkezdtem ezt az ötletet fejleszteni, akkor szóltam a gyártásvezetőmnek, hogy én el szeretnék menni egy faluba, mert hogy én egy falusi filmet szeretnék csinálni, és még az volt, hogy én egy dimbes-dombos faluba szeretnék. Ez volt a meghatározás? Ennyi volt a meghatározás, és azt mondta a gyártásvezető, hogy előző nyáron, vagy két évvel azelőtt a napfogyatkozás partin ott szervezkedett, és hogy ez az Ozora, ez egy remek hely, dimbes-dombos, beültünk a kocsiba, elmentünk, szerzett nekem ott szállást, vagy kiszálltunk a kocsiból, igen, és kérdeztem, na jó lesz. Körülnéztem, mindenhol dombok, bent egy kicsi falu, de azért van benne betonút, tehát hogy be tud jönni a filmes kamion is, ez fontos. És azt mondtam, jó, akkor itt én körülnézek. És aztán ott ragadtunk egy két évre. Feltérképezhetek egy falut? Hát ugye, elkezdtem a kocsmában? Persze, a kevjedben. Végig sétál a főutcán, és bemegy a legszimpatikusabb kocsmában. Ugye egy faluban az jó sok van. És akkor ott egy kicsit iszogattam, nem nagyon erőltettem a dolgot. Aztán sétáltam a környező hegyekben, beszélgettem a szállásadó nénimmel, és szép lassan így megnyíltak az emberek. A film azért nagyon jó, mert a filmen belüli csaták nem közvetlenül érintik a magánéletedet, meg az életedet. Tehát az a rettentő sok küzdelem és harc, ami amúgy is lenne, az így előre tolódik egy fronttal. Nem tudom, hogy ez így érthető-e, hogy van ez a filmkészítés, amiben ami nagyon fontos, nagyon sok mindent megélek benne, és nagyon sok olyan konfliktust élek ki a filmkészítés alatt, ami amúgy szerintem a saját magánéletemben jelentkezne. Ja, értem. Amikor megírsz egy jelenetet, és megmutatod a másiknak, és abban van egy kis üzenet. Én nagyon észrevettem. Igen. Amikor meg kell írni egy párbeszédet, és tudom, hogy így beszélgettem, én azt mondom, hogy írd már meg, és akkor így visszaüzem. Tényleg? A párbeszédben. Ah, igen. Tényleg mondd. Nem egyszer volt, csak ilyen piciket. Pici kis üzenet. Igen. Én tényleg nem. Új antennát kell felszerelni ezekre külön. Majd máskor ő írja párbeszédet. Teljesen ilyen pszichiátriai kezelésnek is megfelel. Mert hogy beszélgethetek a filmemmel. A film az nagyon fontos, de hogyha nem csinálnék filmet, akkor azt mondanám, hogy biztos lenne más. Tehát biztos lehet, ha más nem, akkor ezeket a problémákat muszáj lenne beengedni a saját világomba, a saját közvetlen életembe. Elhitette velem, hogy jó vagyok, aztán megbuhultam. Aztán igaza lett. Igen, aztán bizonyítottam. A taxidermia ötlete akkor a Hukle alatt már megvolt, és azt el is kezdtük írni. Tehát az egyértelmű volt, hogy akár házasság, akár nem házasság, ezt együtt fogjuk csinálni, szerintem. Hát ti akkor szakmailag is egymásra kattantatok. Hát először. Hát először az volt. Jó, mert én azt gondoltam, nekem hogy azt a klisét... Nekem azért a Zsóf. Nem, én szerettem a Zsófét szakmailag. Ő nem azért akar, hogy együtt dolgozunk. Koncentrálj a légzés. Kilégzés, belégzés. Ez az. Nagyon jó. Van mondjuk egy alapötlet, ez általában a Gyuri, egy 90%-ban, és akkor ő elmondja nekem, akkor én erre mondok valamit, tehát így mindig módosul. Nagyon sokat beszélgetünk. Tehát tényleg nagyon sokat ülök ilyen helyeken, és akkor... Aha, igen. De hát ez egy olyan, tényleg egy ilyen agyi
játék, mint hogyha sakkoznánk. Tényleg úgy megy, hogy és akkor kell venni egy tejet, egy kenyeret. Tényleg nem lehetne, hogy egy ilyen listája van a szereplőnek, ami itt van az asztalon, és akkor arra írja föl, hogy minden össze. A Hukle után fölhívtak telefonon, hogy van itt egy jókora mennyiségű pénz, és kéne csinálni egy 20 perces filmet. És akkor azt gondoltam, akkor mindent lehet, mert hogy ebből a pénzből én mindent meg tudok csinálni. És azon gondolkodtunk, hogy akkor én azt mondtam, akkor én egy szuperhősös filmet akarok csinálni. Na kívánj jó utat, távos ember! Akkor jött, hogy hiszen nekünk egy hasonló emberünk is van is a társadalomban, hogy ez a táltos, ez a honfogláskori, aki a szellemvilág és a földi világ között tartja a kapcsolatot, a közösségnek egy ilyen nagyon fontos embere, aki... Ráadásul dobokon lovagol, az egy kicsit bocs. Szóval minden tud, amit egy szuperhősnek tudnia kell, már csak rá kell borítani ezt az amerikai szuperhős szerepkört, ki kell találni magát a figurát, és akkor megvolt maga Shaman, az a sztártos ember, a magyar szuperhős, aki éjszaka vigyáz fönt az Astoria tetején, és azt figyeli, hogy a budapestiek és az egész világ nyugodtan aludja az álmát, és ne történjék semmi baj. És ez a szuperhősösség, ez honnan jön? Nekem a szuperhősökről mindig a képregények jutnak. Ez képregényből jön, onnan, persze. Mert hogy Amerikában is abból jött. Igen, abszolút abból jött, hogy képregényt meg kéne jól csinálni filmet. Úgy lehet meghatározni tulajdonképpen a képregényt, hogy az a kép, amit látunk, tehát az egy rajz, amit látunk egy képregény kockán, az a valóságban soha nem lehet. Mert abban az egy kockában több dolog van belesűrítve. Látjuk, hogy ugyanannak a szereplőnek hát több buborék is kijön a szájából, ugye? Tehát nyilvánvalóan, hogy hát miközben ezeket elmondta, ő mozdult. Az embereknek általában véve szükségük van szuperhősökre, ez egy idős az emberiséggel, mindig is szükségük volt szuperhősökre. Csak ezeket valaha isteneknek hívták, mondjuk az antikvitásban. Ezek voltak az istenek, az isteni panteon. Hát alig, ha nem Superman lenne a főisten. Superman a science fiction vallás istene. Batman a szuperhősök proletária. Tulajdonképpen semmiféle szkíje nincsen, és bármelyik másik szuperhős megeszi őt reggelire. Ott van például a biológiai mutáns. Pókember az, aki a biológiának a válasza a szuperhős mítoszra. Hát ugye van a science fiction és Superman, van a self-made man, aki Batman, és a kettő között helyezkedik el Pókember. Tehát tulajdonképpen Pókember megeszi Batmant reggelire, viszont Superman Pókember teszi meg vacsorára. Hatodikos koromban az mi az? 12 éves? Akkor már biztosan tudtam, hogy én filmes akarok lenni. Azt is, hogy rendező? Nem, akkor még azt gondoltam, hogy színész. De aztán rájöttem, hogy ez nekem semmi tehetségem, és most már áldom az eget, hogy nem színészettem. Sokan vagyunk így. Annyira sokkal jobb a kamera mögött lenni. Egyrészt sokkal őszintébb tudsz lenni, és sokkal többet el tudsz mondani magadról, vagy arról, hogy hogyan látod a világot. Másrészt igazából nem ugat neked senki, hogy ide álljál, oda álljál, ezt csináljad, azt csináljad. Hogyan a tehetséged, úristen! Én arra emlékszem, hogy lehet, hogy ez már így legendának hangzik, de hogy az első komolyabb zseppénzemből elmentünk az mamámmal a bizományiba, és vettünk egy Super 8-as kamerát. És mi az osztálytársaimmal, így mindig elszédítettem őket egy-két alkalommal, hogy így egy hétvége alatt csináljunk egy filmet. Uh-huh. Hát egy 3 perces filmet csináltunk egy nap alatt. Uh-huh. És akkor ezek persze ilyen akciófilmek voltak, mindenki lövöldözött, mindenki meghalt. A többi megsebesült? Igen, szerelmesek voltak, aztán utána át akar menni az Indiana Jones a hídon, mert a barátnőjét meg akarja menteni, aki így két kézzel lóg a híd peremén. Nagyon jó ötletek voltak benne, és akkor az Indiana Jones előveszi az ostorát, és azt mondja, hogy várjál, fölhúzlak, és leereszti az ostort, de soha nem találja el, hogy hova kell, és addig így megveri, megostorozza a nőt. Tehát, hogy ilyen volt
ilyen volt a nő, és akkor így rajta vannak ilyen ostorcsapások, és akkor lezuhan. De hát akkor már mindegy, de jönnek a nácik. Júj. Azt is eljátszották volna. Az egyik osztálytársunk tudott így kést forgatni, az a pillangót tört, de ilyen nagyon jól, kettőt egyszerre, meg ilyen íze. És akkor itt ő áll szembe az Indiana Jones-szal, és akkor így pillangók törőzött, nagyon, nagyon jó volt. Úgyhogy ki is jött a rendőrség. Két zsigulival így megálltak, jöttek ide a területre, és a civil ruhás nyomozók azonnal körbevették a hidat, tehát itt nem tudtunk sem erre se elmenni. Mindenkinek lekérték a személyigazolványát, fölírták az adatokat, és azt mondták, ezeket a náci jelképeket azonnal tüntessük el. Aztán utána felvették az adatokat, azt mondták, hogy vegyük le a karszalokat, és akkor forgathatunk tovább. És anélkül ment tovább. De hát anélkül nem lehet filmet csinálni. Ha már egyszer beforgattad, akkor nem tűnhet el egy pillanat alatt a szallag. Úgyhogy a másik snitteket úgy vettük föl, hogy nem volt rajtuk a szallag, hogy az egyik fiú így letakarta, meg kabátot dobtunk rá, és akkor felvétel előtt, hogy figyelem, felvétel, hogy gyorsan ledobtánk, meg volt az akció, hogy gyorsan vissza a kabátot. Nagyon diszkrét. De akkor már be voltunk jelentve a rendőrségre, úgyhogy... Én nem tudtam, hogy filmet lehet vágni. Tehát, hogy így bele lehet vágni egy nyersanyagba, hogy a szent filmbe, ami egybe van, ami három perc, ilyen perforációk vannak, hogy abba ollóval vagy bármivel belevágni, én ezt így nekem erről fogalmam se volt. Azt tudtam, hogy a filmek snittekből állnak, de meg azt gondoltam, hogy nekik jobb technikájuk is van, úgyhogy nekem az maradt, hogy én kamerába vágtam. Tehát minden snittet egyszer vettünk föl, tehát kigyakoroltuk, egyszer vettük föl, akkor kellett elindítani a kamerát, és akkor kellett leállítani, amikor a snitt eleje is vége volt, és pontosan illeszteni hozzá a következő snittet. És aztán megkaptam az akfától, levetítettem, és akkor az voltam. Akkor ez jó iskola is volt az elején, nem? Ez mély víz, tehát ez nehezen. Hát a vágást azt nem tanultam meg. Azért mindig nehezen megy, de az, hogy így beállítás, meg hogy ráindulás, az igen. Tarts ki! Másodéves főiskolás koromban a Hal című filmnél a Bodrogi Gyula játszott egy halaskofát, és jött hozzá egy vevő, akinek félretette a legfinomabb falatokat, az ikrát, meg azért, hogy aztán utána hátul a műhelyben, vagy a boltnak a hátsó részében megdughassa. És hát ez volt a fizetség, tehát nem kellett készpénzbe fizetni, és erre a jelenetre került sor, hogy ezt nekem meg kellett csinálni, úgyhogy mondtam, hogy akkor itt a helyszín, megkértem a színésznőt, hogy akkor üljön rá a rekeszekre, és akkor mondtam, hogy akkor kedves Gyula, akkor most így neki kéne esni. És akkor azt mondtam, de mégis hogyan csinálja? Kérdezte, és mögöttem ugye az egész táv, és hát így én meg ugye ilyen 20 éves fejjel, hát nem is tudom, hát látod, ott a hölgy, ő szétrakja a lábát, és akkor mi majd itt kézben van a kamera, és majd itt csinálunk valamit. Jó, de mégis kérdezte Gyula, hogy hogyan nyúljak hozzá? És el kellett kezdenem, tehát ezt direkt csinálta, persze meg tudta volna csinálni, de direkt így kihozta belőlem, hogy hogyan kell nekem instruálnom, hogy igenis ezt hagyjam abba, mondjam meg konkrétan. Oda kell menni, előjátszás. Meg kell fogni, igen, megfogod a vállát, lerántod a izét, megfogod a mellét, akár így is, tehát amikor elmész rendezni, akkor ilyen részletességgel föl kell arra készülni, hogy esetleg a színésszel neked ezt így meg kell beszélni. Egyébként attól, mert nagyon sok embert mozgatsz, nagyon hasonlít így tényleg a hadsereghez. Hát minden, amiben hierarchia van valahol, kínálja ezt az analogiát. A Fischer Gábor mindig azt mondta, hogy ő úgy akar majd filmet csinálni, hogy reggel sorakozó! Sorakozó! Yes! Az a baj a Gyurival, hogy azért nem tud olyan fegyelmet tartani a forgatáson, mint ahogy én tudok! Balra! Hát, lépés in! Dui! Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntünk mindenkit a 37. Magyar Filmszemlén, annak is az egyik jeles napján, amikor is Pálffy György Taxidermia című filmjét fogjuk levetíteni. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, aztán pedig a szavazógombokat megtalálják az ülés alatt.
rutinos sajt, az minden foglalta azokat a helyeket, ahol már ki lehet ugrani. Tényleg nem befelé telik. Kifelé telik. Köszönöm. Kezd át ragadni rám is, ez az izi. Ugye? Stenk. Hello. Ugye? Jó, hogy vagyok. Inkább a tekintetedben van egy kis nyugtalan. Igen, egy kis láz. Az első film nagyon fontos, hiszen kell, hogy legyen valami filmed ahhoz, hogy ezen a pályán elinduljál. De az, hogyha mondjuk sikerült, akkor az akár véletlenül is sikerülhetett. Tehát, hogyha így, most nagyon durván fogalmazok, vagy nagyon élesen, hogyha a másodikban is látszik valamiféle tehetség vagy szellem, valami kis szikra, akkor egy pályának az alapja van megépítve. Tehát akkor már valami nál ez az egész dolog. És valóban a második a legfontosabb. Ez biztos. Én soha többi ennyi energiát nem akarok belerakni moziba, mint ebbe. Valamit mindenképpen el kell. There's something I must say. Hát még a sajtóvetítés, de a Hukle is így dölt el. De miért dől el ez a sajton? A sajton eldől, nem tudom. Valahogy azt lehet érezni, amikor az emberek kijönnek, amikor úgy hallod a sustorgást, látod a szemeket. Ha a kritikát írnak, akkor azt elsősorban innen fogják írni Magyarországon. Aha. Már 20 perccel első észre. De azt, hogy ezért még nyitogatják az ajtót 10 perccel a filmben. És azt kéne csinálni tőle, mint a Hitchcocknál, hogy aki elkésett a pszichorról, az nem megy be. Igen. Ez nem akar botrányos film lenni. Ez csak határozottan állít, határozottan kijelent olyan dolgokat, amik lehet, hogy némely embernek az érzékenységét fogják sérteni, de azon túl nem ezek tabuk lesznek, vagy mi? Igen, nem elsősorban tabu döntögetés a célja, de biztos, hogy mivel a határokat kitolja, ezért néhány embernek nem sikerül ezt átlépni. Értem, de lehet, hogy segít a filmben, hogy átlépje, ha megnézi egy pár számot. Elég sokkoló mozit csináltunk, úgy tűnik. Tehát, hogy cél így, volt? Igen, az erős hatás az cél volt. Elég extra kameramozgások, meg képek, de igazából a cél az volt, hogy klasszikus maradjon, mert annyira erős gesztusok vannak benne, meg tényleg annyira gazdag a történet, három különböző kor, meg nagyon sok minden van belepakolva, hogyha ez még így, még ilyen nagyon extrém módon is lenne tálalva, akkor szerintem az már lehet, hogy sok lenne. Hát nem választottunk egy olyan stílust, ami nagyon markáns, például, hogy nagyon lassan menjen a kamera, és tényleg így 10 percig tartson egy snit, vagy nagyon-nagyon gyors vágások, amitől aztán annyira villog a szemed, mint egy ilyen Tony Scott film, ahol még így feliratok is belekerülnek a moziba, hanem megpróbáltunk tényleg a klasszikusnál maradni, hogy a történet jobban tudjon érvényesülni. Ez az izgalmas benne igazából, nem azt, hogy most hova rakom a lámpát, hanem hogy van egy gondolat, aminek találni egy formát. Elengedni a filmet azt hiszem én tegnap engedtem el igazából, amikor megkérdezte tőlem egy riporter, hogyha kapnék 50 millió forintot, és még 3 hetet, akkor mit változtatnék a mozin? És akkor azt mondtam, hogy én fölemelném a gázsikat. És vagy az van, hogy meguntam a izét, hogy ezt a munkát, és nem akarod tovább csinálni, vagy az van, hogy tényleg már nem tudok hozzárakni. Tehát, hogy meg tudtam csinálni azt, amit akartam. Remélem, hogy az utóbbi.